Q&A time! Szia Ádám! Jelenleg szálkesítok egy versenyre, a diéta első 8 hete zöggerőmentesen ment, viszont most hirtelen erőcsökkenést tapasztaltam, mit tegyek? A tanácsot szeretném kérni. Maradjatok velem! Mindenkit, Tarjára vagyok, és a mai alkalommal egy kérdést fogok megválaszolni egyik kedves Instagram követőmtől. Azt vette fel, hogy mi az Isten csináljon, hogyha diéta közben, éppen versenyfelkészülése közben hirtelen erőcsökkenést tapasztal. Na most, azt kérdezném meg elsőnek, hogy milyen diétát követsz, mennyi ideje csinálod azt a diétát, mennyi ideje csinálod, illetve mennyit edzel mellette. Nagyon fontos tudni azt, hogyha túlságosan gyorsan csökkented a kalória bevitelet, ha túlságosan lecsökkented, akkor az hirtelen erőcsökkenéshez fog vezetni, illetve, hogyha megtartod azt a kalória mennyiséget, de hogyha hirtelen emeled az edzések számát mondjuk 3-ról 5-re, vagy a kardio edzések számát mondjuk napi 0 percről napi 1,5 órára, akkor mivel túl sokat égetsz el, és szó szerint kiég a tested, emiatt nyilvánvalóan erőt fog csökkenni, kevesebb energiád marad súlyos edzésre, több kalóriát éget, az a szénhidrát mennyiség, meg az a tápanyag mennyiség, amit te beviszel, az főként a te kardio edzéseidet fogja úgymond támogatni. Úgyhogy én mindenképpen azt javasolnám, hogyha ilyen történik, és hogyha még mondjuk messze vagytok a versenytől, vagy hogyha messze vagy a versenytől, hogy próbáld meg visszaemelni a kalória beviteledet, mondjuk egy ilyen 400 kalóriával, egy picit pihentesse a diétát, hogyha még van időd versenyig, vagy csökkentsd le az edzések számát mondjuk 5-ről 4-re, vagy szimplán csökkentsd le a kardio edzések számát mondjuk 2-vel, hogyha mondjuk van 4, csökkentsd a felére. Egy picit muszáj vagy megpihenni ilyenkor, hogyha tovább csinálod, az csak rosszabb lesz. És nyilvánvalóan minél több erőt fogsz veszíteni, annál több izmot is fogsz veszíteni amúgy az idők során. Mert kevesebb energiát marad az edzésre, nem fogod tudni annyira átmozgatni az adott izmot, nem fogod tudni annyira megterhelni, nem fogod tudni azt a terhelést nyújtani az izmodnak, ami szükséges ahhoz, hogy az az izom tömeg, az az izom mennyiség neked fennmaradjon. Emiatt a tested mit fog csinálni? Le fogja építeni a picsába. Miért? Azért, mert nyilvánvalóan az izomsejtek, azok aktív sejtek. Nem olyan, mint a zsírszövet. A zsírszövet az nem kér enni, az nyilvánvalóan az nem egy élő dolog ugye a zsírszövet. Izomszövet az él. Az élő, azokat nyilván kell táplálni. Tehát mondjuk ezért van az, hogyha vagy mondjuk 100 kg zsírosan, akkor kevesebbet ehhez, mint az, aki 100 kg izmosan, mert mondjuk tegyük fel, 100 kg zsírosan az éget egy nap 2500 kalóriát, 100 kg izmosan éget egy nap 3500 kalóriát, úgy, hogy csak ül, és nem csinál semmit, csak úgy. Az izom ugye aktív szövet, és azok kalóriát használnak fel, nem úgy, mint a zsírszövet. Ezért ennek fontos az, hogy ha az erőd hirtelen lecsökken, mindenképpen vagy az edzések számát csökkentsd le, vagy az edzések hosszát csökkentsd le, vagy a kalória bevitelet emeld vissza, vagy legyen több pihenő napod. Nagyon sokszor ugye az is van, hogy az ember nem pihen. És ugye a diétánál, meg ugye igazából minden versenyző, túl nagy a stressz rajtuk, túlhajtjuk magunkat. Ugye úgy kezdjük, hogy napi 10 perc, 20 perc kardió, aztán ott fejezik be a legtöbben, hogy napi 2,5 óra kardió. Az emberi test nem erre lett tervezve. Ennyi. Úgyhogy nyilvánvalóan ilyenkor ugye a stresszt egy kicsit le kell venni a testről. Ez nagyon fontos a regenerálódásért. Főleg, hogyha naturál testépítést csinálsz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor toljatok rá egy lájkot, osszátok meg, írjátok egy kommentbe, hogy mit gondoltok, és hogyha más Q&A videót akartok látni, akkor nyugodtan írjátok le a kéréseiteket, és arról, hogyha nem hülye a kérdés, hogyha nem olyan a kérdés, mondjuk, hogy hanyas a bicepszed, mert vannak ilyen kérések, hogy a Facebookot néha megnyitom, és van 30 üzenet,
és olyan, hogy szia, hanyas karod van? Szia, mennyivel nyomsz fekve? Ha nem ilyen lesz a kérdés, akkor csinálok róla Q&A-t. De esküszöm nektek, egyszer össze fogok dobni olyan videót, olyan Q&A-t, hogy meg fogom nektek mutatni, még azt is, hogy kiírta azt a sok fajátékos kérdést. És akkor majd láthatjátok, és akkor együtt röhöghetünk. Úgyhogy normális kérdésekkel lássatok el. Nagyon szépen kérem. Ne felejtsetek el feliratkozni, és szép napot nektek! Tariáren voltam. Peace!